estét kívánok! Önök a Magyar Világot látják a tartalomból. A hideg napok áldozataira emlékeztek Újvidéken. Mikszáth Kálmára emlékeztek szülőfalujában. Nyilvános tanóra a holokausztról. Híreink bővebben. Újvidéken a Dunaparton álló család szoborcsoportnál emlékeztek meg a 82 évvel ezelőtti hidegnapok áldozatairól. Az akkori események során több száz újvidéki lakos vesztette életét. 1942. januárjában a magyar katonai alakulatok razziát indítottak a visszafoglalt Délbácskában. A túlkapásba torkoló akciónak több ezer szerb, zsidó és roma nemzetiségű személy esett áldozatul, de magyar személyeket is kivégeztek. A Sajkásvidéken elkövetett események felelőseit még 1943-ban a Horthy rendszer alatti Magyarországon felelősségre vonták. A II. Világháború után pedig Budapest kiadta Jugoszláviának a fő vétkeseket, ahol háborús bűnösökként kivégezték őket. A razzia Újvidéket is érintette. A város polgármestere a megemlékezésen azt mondta, a múlt bűneit nem szabad elfeledni. Razmislimo samo o tome šta bi se dogodilo da nije bilo pogroma ili racije, kako su decenijama pogrešno zvali. Koliko ljudi bi preživelo rat, a među njima bili bi sportisti, umetnici, arhitekte, učitelji, radnici, lekari ili jednostavno rečeno novosađeni. Mnogo više žrtava nego što kaže statistika, jer gubitkom svakog čoveka nestali su mali mikrokosmosi, a nestankom čitavih porodica nestali su i njihovi budući potomci. Egy új emlékközpont kiépítését tervezik, ahol többek között folytatni fogják a hidegnapokkal kapcsolatos történelmi anyagok begyűjtését az ismeretlen részletek feltárása érdekében. Ennek elsődleges célja, hogy információként szolgáljon a jövő nemzedék számára. Ono, što se dogodilo tada, može da se dogodi i sada. Bilo gde i bilo kad. Verovatnoća novog genocida nad Jevrejima nije ništa manja nego što je bila 30. godina u Nemačkoj. Naprotiv, svet je u međuvremenu postao još neosjetljiviji na ispoljavanje nehumanosti i varvarizma, još veštiji u skrivanju pravih namera, istinskih motiva i budućih planova. Irinej pravoszláv bácskai püspök arról beszélt, hogy minden háború tragédia. Kako god da se pogleda i sa kog god gledišta da se razmišlja o toj mračnoj tajni, uvek nam je sveta dužnost ne gubiti veru, nadu i ljubav i činiti sve što je do nas, svih zajedno, i hrišćana, i jevreja, i muslimana, i svih ostalih, svakog čovjeka dobre volje na kraju krajeva. Az emlékműnél többek között a szerb és tartományi kormány, Újvidék, Izrael és Magyarország nagykövetségének képviselői koszorúztak. Az 1942-es hidegnapok után 1944-45-ben a jugoszláv katonai közigazgatás idején bírósági eljárás nélküli megtorlásba kezdtek a partizán alakulatok vajdaságban. Ennek nem csak magyarok estek áldozatául, hanem másként gondolkodó szerbek és vajdasági svábok is. Tomislav Nikolić akkori szerb és Áder János akkori magyar államfő 2013-ban közösen hajtott fejet Csúrogon a két nemzet áldozatainak emléke előtt a történelmi megbékélés jegyében. A magyar államfő pedig korábban a szerb parlamentben mondott beszédében bocsánatot kért a II. Világháború idején a magyarok által elkövetett büntettekért. Mikszáth Kálmára emlékeztek szülőfalujában. Az író kultusza itt ma is él. Mikszáth Kálmára emlékeztek Sklabonyán. Az író 1847. január 16-án ebben a nógrádi faluban született. Írásai ma ugyanúgy aktuálisak, mint a 19. században. Prasznovszky Mihály irodalomtörténész szerint helyenként utópisztikusak a szövegei. Otthon vagyok, ott vagyok köztük, hirdeti a tábla az emlékházon. Mikszáth rengeteg ihletet merített a tájból, a jellegzetes helyi alakokból és a hatás kölcsönös. Az író kultuszait ma is él. Születésnapi köszöntése, szobrának megkoszorúzása több évtizedes hagyomány.
a Mikszáth Kálmán Társaság és a Csamadok Nagykürtösi területi választmánya kezdte, aztán az emlékház átvétele után a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma is csatlakozott az éves megemlékezésekhez. Annó Balogh Gábor volt az egyik kezdeményező, aki nemrégiben váratlanul hunyt el. Gábor, ezekkel a léggömbökkel üzenjük, nem feledünk. Végezzük tovább az általad megkezdett munkát. Miközben a fehér luftballonok felszálltak az égre, Híves István Balogh Gábor kedvenc nótáját játszotta. A szokásos ünnepi kocintás sem maradt el, Balogh Gábor helyett Klimentéva könnyes szemmel mondott köszöntőt. Isten éltessen, Gabriella, téged, Isten éltesse a Csemadokot, Isten éltesse mindnyájunkat. Egészségükre. Jarábi Gabriellának, az intézmény igazgatójának a friss állami kitüntetéséhez, a Pribina kereszt második fokozatához gratuláltak az egybegyűltek. A megemlékezést mindig előadás követi, mindig más téma kap hangsúlyt, ezúttal autentikus zenei betétekkel fűszerezve Mikszáth gyermekkorára emlékeztek. Uncut volt, kicsit ustacská, nem mélazós, tavarrónyán lassú észjárásnak tűnő kis diak. Szászi Zoltán megidézte, hogy Mikszáthnak eleinte milyen nehézségeket okozott a betűvetés. Rossz tanuló volt, nem jósoltak neki nagy jövőt. Az előadásból kiderült, hogy kisfiúként hogyan tesztelte a figyelmét és a tudását a nagymama, illetve a Fahuszár, meg a Lova, meg a Ló sípja című Mikszáth írás alapján az is, hogy ki volt az a Szepi bácsi. Minden áldott hétfői napon berándult Balassa gyarmatra a heti vásárba, és ami pénzt magával vitt, azt ott mind befektette mézes kalácsos szívekbe. Ő volt az első nemes ember a világon, aki falovakra költötte a vagyonát eleven lovak helyett. A helyi gyerekeknek mindig hozott ajándékot, emléke mégis kis hiány feledésbe merült. Sajnos alig 50 évvel az események után, mikor ez az úriember, ez az öreg gentri szétosztotta a vagyonot, ma senki nem emlékezett arra, hogy hova temették el Szepi bácsit. Így hát Mikszáth Kálmán úgy döntött, hogy egy írásában emlékezik meg, és így állít neki emléket, és azt hiszem, hogy ez az írás maradandó mindenfajta emléknél, és mindenfajta emlékműnél. A Szklabonyai Mikszáth Ház 1978-tól irodalmi múzeum, 2003-tól a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeum hálózatának része. Az állandó kiállítást többször átépítették, legutóbb 2021-ben. Az interaktív elemekkel teli kiállításon az író életéről és munkásságáról is sokat megtudhat a látogató. De a hely nem csak múzeum, a rendezvények által közösségi központ is egyben. Ez a társaság már szinte összekovácsolódik. Ez a régió a Madách és Mikszáth kultusz kiépítésével összekovácsolódott. És nagyon-nagyon örülünk egymásnak, mert ilyenkor egy kicsit beszélgetünk, nem csak Mikszáthról, hanem megtudunk sok mindent egymásról is. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó közösségi összetartást eredményez. Mikszáth Kálmán a maga sajátságos stílusával jócskán megelőzte a korát. Ez okozta kezdeti sikertelenségét és későbbi sikerét is. A szklabonyai életésű jó palócokkal és Tóth atyafiakkal futott be, 40 éves írói jubileumát már országszerte tömegek ünnepelték. Minden idők egyik legsikeresebb magyar írója lett. Nemzetközi holokauszt emléknapi megemlékezést tartottak a Szabadkai zsinagógában, a helyi zeneiskola és a zsinagóga alapítvány közös szervezésében. A megemlékezés nyilvános iskolai tanóra keretében zajlott. A Szabadkai zeneiskola diákjai és tanárai alkalmi összeállítással készültek a holokauszt emléknapja alkalmából. Illés Hajnalka, a zsinagóga alapítvány koordinátora elmondta, hogy ezen a napon ez az egyetlen megemlékezés a városban, és ez alkalommal hidat építenek a zene és a történelem közé. A holokauszt nemzetközi emléknapját valóban nem szabad úgy hagyni, csak elmúlni. A felújított szabadkai zsinagóga kötelez minket arra, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk. Dusan Pavlovics és Agyánszki Máté arról igyekezett átfogó képet adni, hogy hogyan fejlődött a türelmetlenség a zsidókkal szemben az évszázadok során. Azt mondják, a gyerekek tele vannak kérdéssel a holokauszttal kapcsolatban.
hogy én Csantavéren vagyok gyakorló történelemtanár, mi például minden évben kimegyünk a csantavéri izraelita temetőbe, hogy megemlékezzünk erről. És amikor meghallják, hova megyünk, akkor mindig nagyon sok kérdés fölmerül bennünk, hogy kik ők, hiszen ők nem találkoznak a mindennapjaikban zsidó emberekkel. A Szvetozár Márkovics gimnázium teljes délutáni váltása részt vett a nyilvános órán. Pop Albert kedvence a történelem, szerinte sokat lehet tanulni belőle. Fontos megtekinteni a körülményeket, hogy milyen helyzetek uralkodtak abban az időben, sőt előtte is, ami ehhez vezetett, ilyen tényezők például az antiszemitizmus, a rasszizmus, a xenofóbia, ami az idegengyűlöletet jelenti, valamint a szegénység. A közös üzenet pedig az, hogy ilyen többi nem ismétlődhet meg, értettek egyet az esemény résztvevői. Aláírásgyűjtésbe kezdtek a belső címalló megmentéséért, az épület sorsa egyelőre bizonytalan. Aláírásgyűjtésbe kezdtek a belső címalló megmentéséért. Az ikonikus épület, amely a szlovák állami vasutak tulajdonát képezi, évtizedek óta kihasználatlan, állaga napról napra romlik. Az épületkomplexum a törvény szerint nem áll műemléki védelem alatt, ezért lebontható vagy átalakítható. A petíciót az utolsó pillanatban hirdettük meg, mert decemberben megkaptuk azt a hírt, hogy mi a szándéka a vasúttársaságnak, no, és emiatt aztán úgy gondoltuk, hogy mindenféleképpen ezt az épületet meg kell menteni. A petíciót ez év, tehát 2024. január 2-án hirdettük meg a világhálón, és azóta mai napig több mint 7800 aláírás érkezett. A fontossága nem csak a korábban rejlik, hanem abban is, hogy több mint valószínű Szilvási Nándor a környék legismertebb, meg a legelismertebb építőmester építette. Ő építette a Kósa Soper kórházat Rozsnyón, ő építette a református templomot, a zsinagógat Rozsnyón, Persőcén a Blum épületnek a pavilonjait, a Persőci katolikus templomot. Tehát ebből a szempontból is fontos az, hogy ez az emlék itt megmaradjon. Az épület sorsa egyelőre bizonytalan. A vasúttársaság még nem írta alá bontási szerződéseket. A szlovák vasúttársaság csak az építmények eltávolítására vonatkozó, az építési törvény értelmében vett adminisztratív dokumentumokat készíti elő arra az esetre, ha az érintett építmények eltávolítása szükséges lenne. A tartóelemek nem töltik be funkciójukat, így fennáll az épület összeomlásának a veszélye. Az épület jelenleg használaton kívül van, az üzemeltetési költségek pedig a vasúttársaság számára nem effektívek, mondja a vasúttársaság kommunikációs és marketing osztályának igazgatója. Kardos László helytörténész a Propatria Perső Cienzis társaság nevében indította a petíciót. Ebben úgy fogalmaz, hogy az épület együttes nem csak építészeti és történelmi szempontból, hanem a tágabb régió szempontjából is az egyik legértékesebb ipari műemlék. Az aláírásgyűjtést Pelsőc önkormányzata is támogatja. A legutóbbi önkormányzati ülésen az épület felkerült a falu nevezetességeinek listájára is. Pelsőc község teljes mértékben támogatja ezt a kezdeményezést. A polgári társulás kérvénye alapján a képviselőtestület jóváhagyta az épített örökségek jegyzékét, melyben az érintett épület is szerepel. Igen, tudatában vagyunk annak, hogy az épület rossz állapotban vannak jelenleg, de más megoldást kell keresni, mint hogy lebontani, mert végül is ez Pelsőc történetének része. Az épület a 20. század elején épült, mint malom. Később egy részében parkettagyár működött. Az államosítás után a malomból gamonaraktár lett. Az ipari műemlék védelme érdekében indított petícióra az úgynevezett Csierne Gyéri, azaz a Fekete Lyukak nevű civil szervezet is felhívta már a figyelmet, akik több mint egy évtizede foglalkoznak az országban található műemlékek népszerűsítésével és azok megmentésével. A vajdasági magyar kultúra őrzőit és éltetőit ünnepelték Zentán. A Magyar Kultúra Napjának vajdasági központi rendezvényén kiosztották a magyar életvadíjakat, valamint a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség aranyplakettjét és plakettjeit is. 40 éve tartó munka, 40 könyv, művelődéstörténeti kutatások, egyetemi tanári karrier. Így lehetne röviden összefoglalni Németh Ferenc munkásságát. A művelődés és helytörténészt a Vajdasági Magyar Közösségért tett erőfeszítéseiért magyar életvadíjjal jutalmazták.
Amikor a saját közösségemtől kapok valamit, az nagy dolog. És itt ebben mindig két dolog van benne ebbe. Az egyik az a közösségi támogatás, amely nélkül nem tudtam volna ezt a 40 évet így kitölteni, ilyen jellegű munkával. A másik pedig a családi háttér, amely szintén ugye hozzá segített ahhoz, hogy ezt elérjem. Németh Ferenc mellett szintén Magyar Életvadíjban részesült Farkas Zsuzsa nyelvművelő, Kovács Frigyes színművész, valamint Molczer Mátyás zongoraművész. A VMMS aranyplakettjét posztumusz Pásztor Istvánnak ítélték oda a közösség és nemzetszolgálat jegyében tett munkájáért. Fia, a VMS megbízott elnöke, dr. Pásztor Bálint elmondta, mit tett édesapja a vajdasági intézményekért. Azoknak az évtizedek óta fönnálló, létező, működő intézményeknek a megőrzése és fejlesztése, amelyek nélkül a vajdasági magyarság elképzelhetetlen, és amelyek nélkül a vajdasági magyarság nem tudta volna az elmúlt 100 évet átvészelni. Ehhez mindenképpen szükség volt arra, hogy ő a Vajdasági Magyar Szövetség elnökeként, és a tartományi parlament elnökeként is, hiszen sok tartományi alapítású vagy társalapításban működő intézményről is van szó, működni tudtak és fejlődni tudtak az elmúlt évtizedekben. 30 évnyi színpadi, színházi munka van Király Sándor mögött, aki plakettdíjban részesült. A nagykikindai közösségszervező méltán vált a helyi és regionális színházi élet sarokkövévé, olvasható méltatásában. Harcoltunk valamiért, az, amit szeretünk, vagy azt, amit meg akarunk tartani, azért a dologé, a kultúránké, a sok barátság és az a közösség, ahol mi bírunk dolgozni. Szerencsénkre van egy magyar otthonunk, egy egységünk, aminek a munkása vagyok már 12-3 éve, és egy alappillére szerintem a kikindai magyarságnak. Plakettben részesült továbbá a Flaman Hézső Citera Duo, Lukács Imre Temerini néptáncpedagógus, Tótkása Piroska az Óbecsei Petőfi Sándor Kultúrkör egyik alapítója. Ennek az ötödik kitüntetett pedig a Magyar Cserniai Ady Endre Művelődési Egyesület, aki tavaly ünnepelte a fennállásának 75 éves jubileumát, de azt gondolom, amire az elmúlt időszakban emlékezetes marad ez az egyesület és ez a közösség, az a tavalyi Gyöngyös Bokrét és a Durindó nagyon sok évre feladták a leckét, én azt gondolom a házigazdáknak, vagy a következő házigazdáknak. A Vajdasági Szép Magyar Könyvdíjat Szegedi Szabó Béla, Vili és a Kék Orszarvú című kortalan, olvasmányos kalandregénye érdemelte ki. A kötet a Fórum Könyvkiadó Intézet gondozásában jelent meg. A rendezvény a Zentai Magyar Kamaraszínház és a Túl a Tiszán Innen Ensemble együttes közös alkalmi műsorával zárult. Szerbiában a legutóbbi 2021-es adatok szerint mintegy 1000-1100 nőnél diagnosztizáltak méhnyakrákot, és 424-en haltak meg. Az európai méhnyakrák megelőzési hét a prevencióra hívja fel a figyelmet. Szerbia 18 éve aktívan részt vesz az európai méhnyakrák megelőzési hét kampányában. Az idei év szlogenje együtt a méhnyakrák ellen. A méhnyakrákot a szexuális úton terjedő humán papillomavírus, vagyis a HPV okozza. Ez ellen ma már létezik védőoltás. Ez egy olyan betegség, amelyiknek nincs semmilyen tünete. A rákot megelőző állapotnak se, és a méhnyakráknak sincsenek tünete. Ez nem egy fájdalmas betegség, nem jár különösebben vaginális szekrécióval, fokozott vaginális szekrécióval, ezért a szűrővizsgálatoknak van legnagyobb jelentősége, ami a méhnyak, tehát a papatesztet jelenti, és a kolposzkópiás vizsgálatot. Leginkább a papateszt az, ami elsőrendű ebből a szempontból. A szakember azt ajánlja, hogy évente legalább egyszer minden aktív szexuális életet élő nő menjen el szűrővizsgálatra, ami alkalmával már korai fázisban felfedezhető a vírus jelenléte. Vannak rákos megbetegedések, amik ugyanígy nem okoznak tüneteket, viszont mire felfedezésnek kerülnek, már meglehetősen előrehaladott stádiumban vannak, például a tüdőrák vagy a bélrákos megbetegedései. A méhnyaknál az a fontos, hogy ez egy látható szerv, tehát a nő ugye azt látja, és megfelelő szűrővizsgálatokkal ugye látható válik minimális elváltozás is, és akkor könnyűvé válik a rákot megelőző állapotnak a gyógyítása. Ha már kialakult a rák, az egy komoly megbetegedés, komoly műtéttel gyógyítható vagy kezelhető, utókezelésre is szükség van, sugárterápiára és hasonlókra, úgyhogy itt mindenféleképpen a megelőzés az, ami fontos.
A méhnyakrák okozta megbetegedési és elhalálozási arány Szerbiában igen magas, sőt, világviszonylatban meghaladja az átlagos értéket. A nőket érintő rosszindulatú daganatok között a negyedik leggyakoribb megbetegedés. Az Egészségügyi Világszervezet 2020-as adatai szerint a kialakulási arány 13,3, a halálozási arány pedig 7,3% volt 100 ezer nőre vetítve. A Batut Közegészségügyi Intézet adatai szerint 2021-ben 1085 nőnél diagnosztizáltak méhnyakrákot Szerbiában, Vajdaság vonatkozásában ez a szám 298, ugyanebben az évben 424-en haltak bele a betegségbe Szerbiában, Vajdaságban pedig 135-en. Tavaly októberben két Petőfi ösztöndíjas érkezett Beszterce Bánya megyébe. A részletek következnek. 2023. októberében két Petőfi ösztöndíjas érkezett Beszterce-Bánya megyébe. Fábián Zoltán, Kopecsnyi Gábor a Felföldi Dalia iskola vezetőjének tevékenységét segíti, Balog József pedig Szorák Zsuzsanna és a Füleki Csemadok szervezetét segíti munkájával. Mindketten határon túli magyarok, Zoltán Marosvásárhelyről, József pedig Ungvárról érkezett. Mindkét fiatalban közös a zene szeretete. József kora reggel indul a Füleki gimnáziumba, ahol zeneoktatást tart a tanulóknak. Októberben kezdte meg szolgálatát a Füleki Csemadok alapszervezetnél. Ez egy nagyon összefogott csapat, és azt láttam, amikor eljöttem ide, hogy mindenki akar dolgozni, és hogy mindenki szereti a munkáját, amit csinál. És ez fogott meg igazából, mert akkor így érdemes ezzel az egész dologgal foglalkozni. József számos program kezdeményezője, szervezője volt. Igyekezett a magyar közösség tagjaiban megerősíteni az identitástudatot, fellendíteni a közösségi életet. Minden behisz és remél, szeretet mindennél többet él. A felvidéki szervezetnek leginkább a humán erőforrás hiányzik. Szorák Zsuzsanna ezért külön örült, amikor 8 évvel ezelőtt a Nemzetpolitikai Államtitkárság elindította a Petőfi programot, és ez idő alatt már 3 Petőfi ösztöndíjas látogatott el Fülekre. Aki Kárpátaljáról érkezett. Nagyon hálásak vagyunk mi az anyaországnak ezért a lehetőségért. Valóban én azt mondom, hogy többet ér, mint a polgári társulásnak az anyagi támogatás, hiszen van kivel megosztani az ügyes-bajos dolgokat, elgondolkodni, leellenőriztetni tulajdonképpen esetleg plakátokat, szórólapokat, ránézni a forgatókönyvekre, tehát egy-egy rendezésnek, egy-egy program rendezésének a forgatókönyvére. Fábián Zoltán segédedzőként is tevékenykedik a Felföldi Dalia iskolában. Mentora Kopecsnyi Gábor több szervezetet is működtet, ezért az ösztöndíjas munkájával rengeteg terhet levesz a válláról. Nagyon sok mindenre figyelni kell, tehát működésre, ha beruházások, építkezések vannak, hogy ahány dolog van, annyi felé kell figyelni, és a Zoli egy tökéletes partner ebben. Zoltán többek között a névfőiskolák íjásznapján és a Turán szakmai napon segítette a szervezést. Emellett rendszeresen tart dalia edzéseket is, és gitároktatást indított. Szeretnék valami olyan maradandót alkotni, ami rajtam túlmutat a Petőfi programon is, és minden, amit szeretnék egy pozitív lábnyomot hagyni a magyarság számára. Hát az egyik dolog ilyen, ami egy kicsit kicsibe megy, de működik, és egy elérhető cél az, hogy indítottam egy iraste is magyar iskolába és óvodába a gyermekedet. Így tanítom a gyermekem, így mesélem történetem. Zoltán 4 éve járja a Kárpát-medencét az Őrzöm a lángot programsorozattal, amelynek az a kiemelt célja, hogy megszólítsa a fiatalokat nemzeti identitás kérdésében. Ezért külön öröm számára, hogy a Petőfi programban is részt vesz. Ennyi fért mai adásunkba, várom Önöket a jövő héten is itt, a Magyar Világban. A viszontlátásra!